Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Mundérban címmel Honvéd majális lesz a Lippai Középiskola területén most szombaton 10 órától a 25 éves Bánfalváért baráti kör szervezésében, de egyébként sok-sok egyesület és szervezet vesz részt a programon. A Mozaik mai adásában erről a nagyon új programról, illetve a 25 éves Bánfalváért baráti körről beszélgetek Igrec Katalin szervezővel és a baráti kör elnök kével, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Én is köszöntök minden kedves nézőt, és köszönöm a meghívást is. Nem tudom, hogy melyikkel kezdjük, mert egy nagyon komoly évfordulót ünnepel a Bánfalváért baráti kör, de még mielőtt egy kicsit visszakanyarodunk a történet elejéhez. Szerintem ez a program nagyon sok izgalmas és emlékezetes pillanatot tartogat most szombaton, és akkor kezdjük ezzel. Miért gondoltak arra, hogy fontos lenne egy ilyen katonai hősök emlékeit szolgáló napra? Nem először foglalkozunk mi ezzel a témával, mert Bánfalván egy különös kötelék él, hiszen a hősi temető az azért ránk ró rengeteg feladatot, amit mi elvállaltunk, megtesszük a dolgunkat ez ügyben is, de éppen ez az apropója annak a gondolattársításnak, hogy ne csak a hősi temető világháborús emlékművei előtt álljunk meg, hanem gondoljunk azokra a hősökre, elesett katonákra, akik fiatal emberek voltak, apák voltak, családjuk volt, és ezáltal próbáljuk egy kicsit újra közel vinni a gyerekekhez, fiatalokhoz, a családokhoz azt a gondolatot, hogy a hőseink emlékét ápolni kell, de nem mindig a temetőbe, lehet ezt egy olyan összefogott esemény sorral is, amilyennek szánjuk a szombati programunkat. Tehát ez a Mundérban, ez egy olyan honvéd majális, ami nem a virsliről meg a ringispiről szól, sokkal inkább arról szól, hogy egy kötetlen beszélgetésre adjunk lehetőséget, és az évek során, akik velünk együtt ápolták a honvéd hagyományokat, elfogadták a meghívásunkat, és ott lesznek velünk együtt, ezzel még színesebbé válik az a paletta, ami mutatja, hogy ki mindenkire számíthatunk a katonákról, és hál' Istennek a magyar fogalomtárban egy nagyon szép szó van a katonát helyettesíthetően, a honvéd, a honvédekre, ha gondolunk. Ezért aztán velünk töltik ezt a családbarát hosszú napot a résztvevők, a honvéd hagyományőrzők, természetesen a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Sportolvők Sportegyesülete, a Skarbanci Híjászok ott lesznek, és miután elfeledkeztünk az évek során, pedig nem tehetjük ezt mi meg, elfeledkeztünk arról, hogy a hosszú háborúk és harcok alatt a katonák, a honvédek mellett mindig ott voltak a vöröskeresztesek, az ápolónők. És az ápolónőknek életmentő szerepük volt. Nagyon sok megemlékezésen azért most újra ott állnak a hagyományőrző katonák mellett, a vöröskeresztes ápolónők, és ezért az Ötvös Evangélikus Középiskola egyik osztályát is meghívtuk, akik kvázi az ápolónői feladatokról fognak szólni, kiegészítve a Soproni Vöröskereszttel. Nagyon-nagyon sokan lesznek ott. Egyébként ugye úgy is hirdetik, hogy kihívás napja, barátságos kihívás napja, hogy miért is kihívás napja, arról is kérdezem meg. Azért mondjuk el, hogy már 10 órától a Lippai területén lesznek a programok, tehát nagyon-nagyon sok program lesz. És nagyon sok a kihívás. Igen. A részünkről az első kihívás az volt, hogy Bánfalván hol találunk ehhez a rendezvényhez területet. Több terület is szóba jött, szépek, és nem sajnáltuk volna a munkát, hogy erre alkalmassá tegyük. Nem sikerült ez az első nekifutás, ellenben a második nekifutásunk szerencsésen alakult, és most is hangsúlyozom, hogy nagy köszönettel tartozunk az Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
úrnak szeretném ezt címezni, Hocek László úrnak, illetve a kancellár úrnak, és minden ott dolgozónak, mert olyan készségesen vállalták föl, hogy ezt a területet, ami azért elég nagy, de mégis egy iskola, egy intézmény területe, átadják erre a programra, hogy minden köszönetet megérdemelnek. Ez volt a mi kihívásunk, és onnantól kezdődően egy olyan sportos eseménysort állítottunk össze, amely a család minden tagjának valami fajta mozgás lehetőséget ügyességben, lövészetben, íjászatban tartogat. Én bízom benne, hogy ez elég vonzerő, hogy eljöjjenek, kipróbálják magukat, és közben ismerkedjenek azokkal a hagyományőrzőkkel, akik szintén bemutatják az ő legjellemzőbb tulajdonságaikat, erényeiket, hőstetteiket, tehát a múltba is visszakalauzolnak ők minket. A huszárok lovas bemutatókat fognak tartani, az IASZ Egyesület kiváló világbajnokai vannak, ők is bemutatót tartanak, természetesen a sportlövők is, de mindenkit bevonnak ebbe a sportolási lehetőségben. Nagyon-nagyon színesnek tűnik így a program, és biztosan az is lesz. Egyébként ugye a huszárok, úgy olvastam, hogy még toborzót is tartanak. Hát tehát ezek aki, ma már velejáró gondolatok. Aki lenni, hát és aki nem akar huszár lenni, csak egy kis csipetnyit szeretne ebből a életérzésből megcsipni, a kis huszárrá fogjuk avatni, és aki pedig a lövészetbe járó, illetve hát a katonás dolgok iránt pláne érdeklődik, még kis kadét jelöltek, itt is fogunk avatni. Természetesen van mese is ebbe az egész napba, és a mese is a katonákról, a honvédről, a csodálatos, csodatevő katonáról fog szólni, és nagyon örültem, hogy Becska Zsóka elvállalta a mesélést, mert innentől tudom, hogy a gyerekek varázsporral fognak felállni a mese után a fejükön, és átitatódnak a hazaszeretettel, ami mondjuk az egyik legfontosabb dolog. Ugye itt az áll, hogy szenteljünk egy napot a katonahősök emlékének, és hogyha már katonahősöknél tartunk, akkor említsük meg, hogy Bánfalva történetéhez, történelméhez milyen hősök kapcsolódnak. Remélem nem személy szerinti neveket kellene felsorolni, de egyet már is tudok mondani. Vitéz Molnár László repülős főhadnagynak a nevét mindenképpen meg kell említeni, hiszen évfordulója is van sajnos a halálának. 1944. augusztus 7-én lőtték le az amerikai vadászbombázók egy bevetésen. Hát ő példakép, hiszen a pumások a legkiválóbb repülősök voltak, és a legtöbb bevetés, sikeres bevetés az ő nevéhez fűződik. A Bánfalvi Hősi temetőbe nyugszik, és a Nemzeti Sírkert része az ő nyughelye. Ezzel is kötődünk tehát a hősökhöz, de én azt gondolom, hogy talán azokról is érdemes megelőlegezve, vagy talán egy kicsit emberbarátibban, mint hősök beszélni, akik mondjuk a megemlékezéseket a 90-es évek, meg a 80-as évek elején is már megszervezték, és nagy tisztelettel akkor elmondom például Limberger Gyula százados úr nevét. De megemlíthetném a Molnár László nevét, aki múzeumigazgató volt, és a Bányászati Múzeum igazgatója volt, és ő is derekasan helytállt a hősi temetőbe történő megemlékezéseken. De hadd említsek még egyet, valaha, és most hál' Istennek újra, a soproni iskolák, köztük kiemelten a Hunyadi általános iskola, külön feladat sornak tekintette kijárni a Bánfalvi Hősi temetőbe tavasszal ősszel, és ott a rendrakásba szerepet vállalni. Ők a kis hősök voltak. Igen. Szóval azért is kérdeztem, mert hogy a Bánfalvért baráti kör egyik, én azt gondolom, hogy fontos feladat a tradíciók, a hagyományok ápolása. 25 éves a baráti kör, ezúttal is gratulálok szeretett és tisztelt ez az évfordulóhoz. Mi minden történt ebben a 25 évben? A 25 év, kimondva is már
komoly tekintét parancsoló évszám összeg, azt gondolom. Nagyon sok ambiciózus ember találkozott akkor 1999-ben, és a bánfalviak mindig is úgy érezték, hogy egy kicsit Sopronon túl vannak, egy kicsit város a városban, de teljesen logikus gondolkodással, hiszen 1990-ben még volt, nagyon sok olyan ember élt Bánfalván, akinek a születési helyéül Sopron Bánfalva volt megjegyezve, mert ugye 50-ben csatolták Bánfalvát Sopronhoz. Na most ők különösen szívügyüknek érezték, hogy valamit Bánfalván újra igazán tisztelet parancsolóan csináljunk. Nem szabad elfelejtenem, és meg kell említenem az akkori Vöröskeresztes Egyesületet, csoportot. Ma már elképzelhetetlen, de 250 fővel üzemelt az a csapat, és hát körülbelül olyan 60-70 évesek voltak, viszont teli voltak idővel, és ambícióval és akarattal. Az ő munkájuk nélkül a Bánfaváért baráti kör kevesebbet tudott volna az elején letenni az asztalra, mert egészen a 99-es, illetve a 2000 évében született meg például a bánfalvi főtér. Ma kettős keresztet látunk, ma Szent Wolfgang szobrát látjuk, ma körbe határoltan egy gyepes felületet, és az ezredforduló hozta el, hogy a hajdani főtérnek, a mai hajnaltérnek a délkeleti részén egy emlékpark alakult ki, országalvával, ez a népszavazási emlékhely, de hihetetlen, hogy 25 év alatt egy teljesen lepusztult, földdel, gyeppel, sittel teli tér, ma Bánfalvának a főtere újra az esztétikai értékét tekintve. Ezt is mi csináltuk, emléktáblákat állítottunk, a templomok világítását csináltattuk, mert hogy a tradíció tisztelet az nekünk egy sarkalatos tétel, újra színre vittük a bánfalvi búcsúnak az elemeit, nem feledkeztünk el azokról a programokról, amelyek autentikusan illenek ehhez a természeti környezethez. Nem kis munka van mögötte, hiszen az volt az első, hogy zászlót csináltattunk, a bánfalvi zászlót. Még Gimesi Szabolcs, akkori polgármester úr lengette meg, mert mondta, hogy lengetés nélkül nem zászlóval zászló. Még ebbe a 2000-es években visszajártak a hajdani kitelepítettek, és hát ők is nagy örömmel látták, hogy újra népviseletünk van, újra zászló alatt vonulunk. Emléktáblát állítottunk a régi iskolának, az evangélikus templomnak. Nem felejtkeztünk el sohasem a koszorúzásokról, az első-második világháborús emlékműnél, ami a civil részt is tartalmazza. És én úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy közösség összefog, azzal hirtelen rengeteg gondolat szökken szárba, és hogyha ezeknek a gondolatoknak sikerül valósággá válni, akkor sok hiánypótlás ott helybe, a mi közreműködésünkkel, a mi akaratunkkal, erőnkkel megoldódik. És ez így is volt a 25 év alatt. Büszkén mondhatom el, hogy nagyon-nagyon sok munkát elvégeztünk, ami célkitűzésünk volt, amit nagyon szerettünk volna, és hát a közösségépítés ereje az mindig feladat, mindig kívánivalót hagy maga után, de 25 éve álljuk a sarat. És van még egy fontos évforduló, így a műsor végén tegyünk arra is említést. Igen, nekünk 2024 egy jubileumi év, hiszen 25 évesek lettünk, mint Bánfalváért Baráti Kör civil egyesület, és Bánfalvához nagyon szorosan kapcsolódik az első percektől Szent Wolfgang neve, Szent Farkas neve, aki 924-ben született, tehát ebbe az évben 1100 éves az ő születésének az évfordulója, és nagyon komoly zarándokutak játszódnak le az ő tiszteletére Ausztriába és Magyarországon is, és miután Bánfalvához a pálosok által dokumentáltan
az ő itt járta és alapító szándéka reálisan kapcsolható, ezért kapott ő szobrot a Bánfalváért baráti kör által felállítottan a hajnaltéren, és ezért emlékezünk rá jó szívvel, hiszen Boldog Gizellát köszönhetjük neki, azon kívül, hogy az akkori hittérítő Magyarország, akkori Magyarország területén történő munkáját mutatja, hogy a pálosok nem véletlenül telepedtek ide, hiszen akkor már itt voltak szertartások, amelyek Szent Farkasnak, Szent Wolfgangnak a hagyatékát képezték. Úgyhogy ez egy ünnepi év, és minden rendezvényünkön szeretnénk ezt hangsúlyozni. Nagyon szívesen beszélgetnék még, de a műsoridőben ennyi fért bele. Én még egyszer gratulálok ehhez az évfordulóhoz, és nagyon szépen köszönöm Igrecz Katalinnak, a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület elnökének, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel várok egy nagy találkozásra most május 11-én a katonás majálisra Bánfalván. Igen, hölgyeim és uraim, ne feledjék, tehát Mundérban, Honvéd majális Bánfalván, a 25 éves Bánfalváért baráti kör szervezésében, a Lippai Középiskola területén, most szombaton 10 órától sok-sok színes programmal, honvédokkal, huszárokkal, érdemes azt gondolom, hogy ellátogatni. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!